Kossuth Rádió könyvkínálója. Az Orhan öröksége című könyv családtörténet, amely az örmény népirtás áldozatainak is emléket állít. A szerző Aline Ohanessian maga is örmény menekültek leszármazottja, aki Amerikában él. Ez az első regénye, amellyel berobbant az amerikai irodalomba. A kötet szerkesztője Bakai Dóra, vele beszélgetett Nánási Anikó. A szerző örmény menekültek leszármazottja, és már gyerekkorában szembesült családja múltjával. A nagyszülők voltak örmény menekültek, és Aline Ohanessian, a könyv szerzője, ő a nagymamájától hallotta ezt a történetet, amelyik tulajdonképpen a családjának a története, a menekülés története. A regény cselekménye két fő szálon fut. Az egyik a háború ideje, a másik pedig mondhatjuk, hogy a jelenünk 1990. Az első szál, ez a sötét időszak az örmény nép életében, amikor megismerünk egy örmény családot, és egy török fiút, Kemált, aki beleszeret Lusinéba. A török fiú és az örmény lány egymásba szeretnek, és amikor ez megtörténik, akkor még nincs is semmiféle ellenségeskedés a faluban. Nagyon érdekes megfigyelni azt a folyamatot, amikor a békésen egymás mellett élő örmények és törökök a háborús uszítás során egymás ellen fordulnak. Látjuk azt, hogy azok az asszonyok, akik együtt jártak fürdőbe hetente, hogyan kezdenek el irigykedni, később gyűlölködni, gyakorlatilag a propaganda hatására. A másik szál a 90-es évek, amikor a török kisfiú már nem él, és ő az unokájára hagyja az örökségét. Egy nagyon érdekes végrendeletet hagy a családjára, mert a szokástól eltérően a házát egy ismeretlen asszonyra hagyja, a szőnyeggyártó üzemet pedig nem a fiára, hanem az unokájára, és ez családi konfliktusokhoz vezet, és Orhan elhatározza, hogy utána jár ennek az örökségnek, és így kerülünk aztán napjainkban Kaliforniába, az Ararát idősek otthonába, ahol él egy Seda nevű 90 éves hölgy. De hogy ő ki is, azt szerintem ne áruljuk el, viszont beszéljünk egy kicsit arról, hogy ebben a könyvben nem csak a múlt és a jelen, hanem a nyugati és a keleti világ is találkozik. Orhan önmagában egyesíti a kettőt, mert ő politikai menekültként Németországba került, és aztán később ment vissza a hazájába, amikor erre már lehetőséget látott, és borzasztó érdekes megfigyelni azt, ahogy ez a két nagyon különböző ember, az egyik örmény, a másik török, az egyik nagyon idős, a másik még fiatal, az egyik keresztény, a másik muzulmán. Tehát nagyon érdekes megfigyelni azt, ahogy fokozatosan közel kerülnek egymáshoz, és Seda annyi mindent megoszt vele, amit soha senkivel nem osztott meg. A szerző azért oda-oda szúr a regényben a keletnek, azt írja, hogy ott nincsenek olyan bosszantó apróságok, mint szabadság és kisebbségi jogok. Viszont azt is érezni, hogy az író nagyon szereti ősei földjét. Igen, ez így van. Amikor a regény írónője szembesül a családja történetével, akkor elkezdi kutatni a népe történetét is, és a népe kultúráját is. Történelmi tanulmányokat is végzett ehhez, illetve elutazott a helyszínekre. Autentikus képet kapunk erről az életről, ami annak idején az első világháború alatt egy örmény-török vegyes lakosságú faluban zajlott. Sokszor elég nyersen ábrázolja a háború szörnyűségeit, a nők megalázását, az örmények szenvedését, de azért, mintha lenne egy kis feloldozás. Érdekes, finom humorral szövi át ezt a történetet. Különösen a nő alakoknál nyilvánul ez meg. Nagyon mesteri módon adagolja a drámai eseményeket és a finom humort a jelenben. Tehát amikor az ember már úgy érzi, hogy ezt a borzalmat már szinte elviselni sem tudja, és összeszoruló torok olvassa a történetet, akkor megszakad egy időre az elbeszélés, visszakerülünk a jelenbe, és egy kicsit feloldódunk ebben a humorban és derűben, amivel ez az idős asszony éli az életét. 5 perc múlva